A tudósok elemzése szerint 2015-2016-ban történt meg a földtörténet harmadik legnagyobb mértékű pusztulása. Rengeteget olvashatunk a médiában arról, hogy elérkeztünk ahhoz a bizonyos 24. órához, de még nem késő megmenteni a földet. Mit tegyünk a talaj védelmének érdekében, hogyan óvjuk meg vizeinket, és vajon tudatosan vásárolunk-e? Ezekre a kérdésekre keresték a Bugádban a diákok a válaszokat, és ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben a környezettudatosság jegyében. Tartsanak velünk! A természetre való káros hatások kerültek a középpontba a rendhagyó környezetórán szerda délelőtt az iskolában. Jó sok a macska. A diákok többek között olyan feladatokat is kaptak, melyek az állatokkal kapcsolatosak, szó volt a macskákról is, melyek a rágcsálókat pusztítják el, és korábban ez még a pestis járvány megelőzésében is segített. Igyekeztünk minden osztályt bevonni ebbe a programba, már 2 héttel ezelőtt kitaláltuk a témákat, amiket kiosztottunk az osztályoknak. Mindenkinek tetszőleges módszerekkel kellett kidolgozni az ráosztott témákat. Volt, aki társasjátékot készített, volt, aki plakátot rajzolt, volt, aki képekből ragasztott össze valamilyen figyelemfelkeltő plakátot. Ezeket kiállítottuk intézményünkbe, voltak, akik előállásokat állítottak össze, azokat szakmai órán meg lehetett hallgatni, illetve elő lehetett adni az iskola tanulói számára. Az itt tanuló diákok közül akad, aki tudatosan választotta a környezetvédelemhez kapcsolódó szakirányt, és ezzel szeretne foglalkozni a jövőben is. Gyerekkoromban érdekelt a környezetvédelem, erdészet, és gimnáziumba nem akartam menni, mert ugye nem ad szakmát, és ugye továbbtanulás szempontjából is nagyon jó, mert környezetvédelmi mérnök szakra is lehet menni, vagy erdészetre, én még ez a kettő között gondolkozom, és pluszpontot ér ugye a továbbtanulásnál. Meg szerintem nagyon érdekes, szoktak gyakorlati óráink is lenni. A gyakorlati órák azért érdekesek, mert nem csak ülünk és diktálják az anyagot és tanulunk, hanem tényleg kipróbáljuk a különféle eszközöket, kémiából is, biológiából is szokott lenni mikroszkópos gyakorlat, tehát nagyon érdekes. Az intézményben szinte minden világnap alkalmával készülnek feladatokkal a pedagógusok. A szerda a környezetvédelmi világnapról szólt. Úgy gondoljuk, hogy nagyon tudatosnak kell lenni a diákoknak, különösen egy környezetvédelmi vízgazdálkodási szakgimnáziumban. És minden évben megünnepeljük a jeles napokat, nem csak a természettudományos jeles napokat, de most erre fókuszáltunk. A projektmunkákról, amelyeket ehhez a naphoz állítottak össze a környezetvédelmi és természettudományos munkaközösségnek a tagjai, Győri Marianna és Borjánné Nyúl Katalin irányításával. Ezek a feladatok nagyon célirányosak, és diákorientáltak, például ilyen témakörök vannak, hogy te mit tennél a talajvédelméért, mit tudsz tenni? Mit tudsz tenni a vízvédelméért? Hogyan tudod a környezetedet védeni a átgondolt bevásárlással, tudatos vásárlással? Vagy milyen ruhákat vásárolsz, ami a környezet tudatosságot is igazolja?
Ezt szeretnénk tudatosítani a tanulókban játékos módszerekkel, vagy érdekes élményt nyújtó módszerekkel, például plakátkészítés, aztán PPT-készítés, beszélgetések, tehát kinek mi puzzle összerakása, és hát a munkákat, amikor elkészítik a diákok, mert ez nem csak egy napig tart, ez két napig, tehát a környezetvédelmi órákon és a többi egyéb közismereti órákon is ahová ez kapcsolható, és az elkészült munkákat pedig kiállítjuk. Itt a folyosón is látható már egy olyan munka, ami tegnap készült a tegnapi órán. Az önkormányzat is sokat tesz a környezetvédelemért, de mint azt Juhász László mondja, ebben mindig van hova fejlődni. Köszönet a Bugát egész nevelőtestületének, hiszen környezetvédelmi szakos iskolaként is egy részben nagyon sokat tesznek arra, hogy a gyermekek tanuljanak és megtanulják azt az újszerű dolgokat, amit a mai világban a környezetvédelmért tehetünk, és hát nem is ebben a korban, hanem igazából már akár a bölcsődés, óvodás korban lehet igazán a gyerekeket nevelni és tanítani. Itt már inkább egy szakmai képzést lehet rátenni, és hát igen, ahogy kérdezted is, a Székesfehérvár önkormányzat nagyon sokat tesz a környezetvédelmért, de ez az a terület, amin nem lehet eleget tenni. Tehát itt mindig többet, minél többet, minél többet. Talán az elmúlt években Székesfehérvár a leglátványosabb volt ebbe a tekintetben, sok más egyéb apróság mellett, hogy rengeteg zöld felületünk, parkunk megújult. Ennek talán az égköve, a díszdoboz, a csónakázótó és a sóstói természetvédelmi terület is, de ezen kívül a város minden részén rengeteg zöld növényzet, rengeteg fa került elültetésre, és az a levegő tisztaság a jövő megóvása érdekében nagyon-nagyon fontos. Az iskola szerdai programja a Környezetvédelmi Világnap keretében a természeti kincseink megóvásáról, környezetünk fenntarthatóságáról szólt. 1972. június 5-től 16-áig tartották Stockholmban az ENSZ első Ember és Bioszféra címet viselő Környezetvédelmi Világkonferenciáját. A Világszervezet közgyűlése a konferencia javaslatára még abban az évben határozatában Nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. A Világnap központi rendezvényeit minden évben más országban is témában tartják. A Környezetvédelmi Világnap célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegíteni az együtt gondolkodást és a közös cselekvést, terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét. Ehhez kapcsolódó fő, konkrét célkitűzések, az energiatakarékosság, a helyi erőforrások minél szélesebb körű felhasználása, a megújuló természeti források hasznosítása, a szemét és hulladékképződés csökkentése, a környezetszennyezés megelőzése. Az ENSZ közgyűlése a világnapot megalapító 1972-es határozatában sürgette a kormányokat és egyéb szervezeteket, hogy az alkalomhoz kapcsolódva egyrészt a helyi körülményekhez igazodó nemzeti szintű eseményekkel, másrészt világméretű rendezvényekkel adjanak hangsúlyt a környezeti kérdésnek, segítsék elő a rögzített célok megvalósulását. Ezért egyrészt minden évben más ország ad otthont a világnaphoz kapcsolódó hivatalos konferenciáknak, de számos egyéb helyi vagy regionális aktivitás is kötődik ehhez a naphoz. Sokan közületek ismernek engem. Földanya vagyok, az élet áramlása.
A folyók az erei, melyek behálózzák a szárazföldeket. Az őserdők, a tengeri algák a tüdőn, melyen át lélegzem. A hatalmas bányák rajtam ejtett sebek, melyeket próbálok begyógyítani. Egyetlen élő sem ellenségem, hiszen az életük éltet, s tesz ragyogóvá. Az életpusztítói saját maguk ellenségei, mert nem látják meg minden élő lényegségét a körforgásban. Ha kéred az élet ajándékait, a vizet, a táplálékot, a levegőt, néha kérdezd azt is, hogyan segíthetnék. Elmondom, hogyan. Tisztelheted az élet ajándékait. Ne tölt tisztaságukra. Keresheted az egységet velem és minden élővel szívedben, szokásaidban, hálát kimutatásával. És átölelhetsz bármikor. Nem adok és nem veszek el, csak vagyok. Tested anyaga vagyok. Otthonod vagyok. Csak te vehetsz el magadtól. Egységünk egy jövőt szab nekünk. Egy az utunk. A föld órája, a föld napja, a föld élete, földanya üzenete az ébredő embereknek. A Körte Egyesület ezzel a rövid videóval hívja fel a figyelmet a világhálón a természettudatosságra, természeti kincseink megóvására. A médiában rengeteget olvashatunk és hallhatunk naprendszerünk egyetlen élettől hemzsegő bolygójáról, a Földről. A szakértők, tudósok arra hívják fel a figyelmet, hogy sokkoló a Föld állapota. Riasztó adatokat közöl a Természetvédelmi Világalap 2016-os élő bolygó jelentése. A Földön található gerinces fajok populációi 58%-kal szorultak vissza, míg az édesvizekben megfigyelt populációk 81%-os csökkenést mutatnak az 1970-es adatokhoz képest. A legnagyobb mértékben az édesvízi fajok sínylették meg az elmúlt évek kizsákmányoló folyamatait. Az édesvízi élőhelyek, amilyenek a vizes élőhelyek, folyók és tavak különösen jelentős értéket hordoznak az emberi élet fennmaradása szempontjából. Ezen fajok populációinak mérete azonban 81%-os visszaesést szenvedett el az utóbbi évtizedekben. A tengeri élőhelyek sincsenek sokkal jobb helyzetben, közöttük a Föld legnagyobb fajgazdaságú élőhelyeinek számító korallzátonyok vannak a legnagyobb veszélyben. A tudósok elemzése szerint 2015-2016-ban történt meg a földtörténet harmadik legnagyobb mértékű pusztulása. Óvjuk környezetünket, tegyünk együtt egy szebb, egészségesebb, fenntartható jövőért. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra!